Magyar sikerek Amerikában a testépítők világbajnokságának számító Arnold klasszikon. Salamon itt a Fitness bejutott a verseny öt legjobbja közé, Arnold Gergely pedig harmadik helyen végzett a klasszikus testépítés kategóriában. Ő most a vendégem. Jörget kívánok, Szerbesz, gratulálok! Köszönöm Na szépen. hát ez egy ilyen nagyon-nagyon szépséges szobor, az egyik, gondolom, számodra a legkedvesebb trófeád most a pályafutásod során. Ugye egy valóban egy testsébe, egy szoborba illusztrált szépség, egy izmos ember. Igen, most valóban ez a. A legjobb eredményem eddig. Ugye Amerikában ez a legnépszerűbb verseny minden földrészen megrendezik, és uh, szinte egy színvonalban van egy világbajnoksággal. Na uh -huh. most, ha azt mondod, hogy minden földrészen megrendezik, akkor épp szerettem is volna kérdezni, mert hogy végigésztem itt az eredmény listádon, hát nagyon-nagyon jelentős eredmények vannak mögötted. És ugye például nem is olyan nagyon nagyon régen, de a tavalyi esztendőben is indultál egy, egy másik Arnott classic de az Spanyolországi rendezése. Igen. Presztízsben a kettő hol van egymáshoz? Hát elég nagy különbség van a kettő között, ugye az európai, általában csak Európából ö, indulnak versenyzők, viszont az amerikai, pedig a világ minden tájáról jönnek. Tehát az európai ezt tekinthető egy kicsit ilyen Európa-bajnokságnak? Igen. Igen. Csak Olyan nyilván. Eljövőnek. Ugye Arnold klasszik keretek közé szorítva, tehát ennek meg van gondolva a maga értéke. Igen. Nem csak egy test építő Európa-bajnokság ha szabad nem, 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 nem. Értem. És akkor az szerint az amerikai rendezés pedig gyakorlatilag a világ minden tájáról vonza résztvevőket, ugye? Igen, hát ugye ez a legnagyobb presztízsverseny, mivel hogy a testépítés hazája Amerika, mondhatjuk így is, Arnold Schwarzenegger az ő neve alatt fut, Igen. és ott rendezik meg. Ezért Persze, oda érdemes kimenni. Világos. Na hát azért ebben a klasszikus testépítés kategóriában egy bronzérem, én azt gondolom, hogy az egy, az egy elképesztő álom, és ha nem tudom, hogy vissza tudod -e pörgetni még az időkerekét, és arra a fiatal embere gondolsz, aki azért kezdett el egyáltalán bármilyen izommunkával foglalkozni, mert állandóan azt mondták, hogy olyan vékonyka, legyen már rajta valami hús. Mikor volt az? Gergely, ez nagyon Ó, volt. Hát 17 éves koromban kezdtem el igazából a testépítéssel foglalkozni, mert nagyon sokat sportoltam, más sportágakban is mondjuk azt, hogy ereskedtem, csak a testi erőhiány az, gátolt sok mindenben, most tényleg nagyon vékony voltam, rossz evő is voltam. Lát, tudod még látni magadat a, az, az, azon, hogy mondjam arcodat, vagy az azon testedet, amikor még ez a vékony fiú nézett vissza a tükörből, még képes vagy meglátni, vagy most már teljesen más önképed alakult ki? Persze meglátom, főleg ha így néha régi képeket visszanézek, uh -huh. de egyébként tudom, hogy honnan jöttem, uh -huh. tehát elég nehéz volt nehéz, és ez egy hosszú út, szóval akkor hány év munkája van egy ilyen Arnold Classics bronzéremben? Hát most jelenleg 18, de <coughs> nyilván ezt pár év alatt meg lehetne csinálni, csak hát így jött össze. Uh -huh. De minden esetben ez egy vágyott dolog volt már nagyon régóta. Igen, ez vanható, hogy Nagyon magát. sok értékes győzelem, nem csak érem, hanem győzelem van mögötted különféle világeseményeket. Azt mond nekem, hogy amikor az ember azzal a célral kezd el testépíteni, hogy ugye egy picivel több izom legyen rajta, illetve hogy te fogalmaztál a testi erő hiánya, ne akadályozza más cselekvésekben, akkor mi az a pont, amikor úgy érzi, hogy de tulajdonképpen ez önmagában elég. Tehát, hogy én ezt nem azért akarom már csinálni, hogy más sportban jeleskedjek, hanem ebben megtaláltam azt a fajta önkifejezést, amit igazán kerestem. Hát nekem igazából ez egy-két évembe került mondjuk azt, amikor kapcsolatba léptem ezzel a sporttal, és a többi sportot, amit addig üztem, azt így hanyagolnom kellett mellette, mert nem tudtam a kettőt együtt csinálni uh -huh. az iskola mellett is, meg stb. És ö, megszerettem. Mondjuk régebben is vonzottak, ugye minden gyerek álma volt, Arnold Schwarzenegger úgy nézzenek ki, az én szobámban is voltak poszterek, <laughs> és ö, végül is ragadtam ebbe a világba. Szóval tulajdonképpen ebben volt valami extra, miért inkább ezt választottad, mintsem, hogy ezt engedd el a sok tevékenység mellett, és mondjuk valami más sportot tartsál meg? Uh, igen, mert uh, sikereket hozott, és uh, látványosabb is lett a változás, és úgy gondoltam, hogy akkor itt maradok, ha már ezt sikerült így elérnem. Most nyilván akkor azok az okok, amik téged itt tartottak, azok kellően motiválók voltak ahhoz, hogy ezt a dolgot elkezd tanítani is. Ugye most már azért nagyon régóta edzősködsz, és nagyon sok tanítványod van. Gondolom, hogy olyanok is, akik ezt professzionális szinten szeretnék küzdeni, meg olyanok is, akik, akik csak szeretnének jobban a saját maguknak. Az, hogy az ember egyénileg megtalálja valamiben az ambícióit, az, az rendben van, de mennyire adható mindez át ennek a szépsége, nehézsége, a gyötrelmeknek a legyőzése valakinek, aki gyakorlatilag egy más testben él, és nyilván egészen másképp formálható, mint a tiéd. Hát nyilván én egy példát is mutatok előttük, hogy bármit meg lehet csinálni, meg vannak olyan vendégeim referenciaképpen, akik szintén elérték azt, amit szerettek volna, vagy sikerült velük elérnem, csak be kell tartani azt, amit mondok, meg mindent úgy kell csinálni, és felkészüléseim alatt, ugye, elég sok vendégem, aki nálam van, az látja, hogy ez mennyi tortúrával jár, mennyi lemondással, és hát néha ilyen ideg változásokkal is, ugye, mert a diét az nem mindig kifizetődő ebből a szempontból, úgyhogy mellettem állnak, és mégis büszkék rám, amit így elmondhatok. Persze, és azt, amit egyébként ugye egy fontos mondatként említhettél, azt mennyire nehéz, vagy mennyi időbe telik elérni, hogy elfogadják azt, hogy amit te mondasz, azt kell csinálni. Tehát, hogy azért ez egy olyan erős bizalom, amikor az embernek valóban egy ilyen mondjuk keményebb diétába kell belemennie, vagy amikor valóban rájön arra, hogy ez gyakorlatilag egy életmódváltás, ott az egy, egy teljes vak bizalom kell, hogy legyen irányodban, amikor azt mondod, hogy na, ez szabad, és innentől ezt nem. Ez, ez hosszú időbe telik, vagy azért nyilván a te életed maga az, ami kellő bizonyíték, kellő érv? E, nyilván igen. Amint mondtam, referenciának Egen. csinálom azt az egészet, viszont eu, én mindig úgy vagyok vele, hogy ha valamit elkezdek, akkor a maximumot kiúzzam magamból. Tehát ez még nem a legnagyobb cél, amit el akarok érni, még van ebbe perspektíva, viszont a vendégeim nyilván úgy választanak meg engem, hogy ö, tudják, hogy már valamit letettem az asztalra, és amit mondok, az nem hülyeség. Persze. Tehát elfogadják, vagy nem, ez rajtuk múlik, de előbb-utóbb belátják, hogy tényleg amit mondok, az úgy van. Még aki nem is fogadja el, azt rá szoktam hagyni, és akkor szépen haladunk tovább, amíg be nem látja. És akkor előbb-utóbb visszajön hozzád azzal, hogy igen, hát látod, hogy itt kellett volna. Na jó, hát ha nem vagyunk még a csúcson, akkor hol az a bizonyos csúcs, amire még vágysz? Hát az Arnold klasszikot meg szeretném nyerni úgy, hogy abszolút bajnok vagyok ebbe a kategóriába. Most is az volt igazából a cél, és hajszá volt, hogy lemaradtam a második, harmadik helyről. mert nagyon szoros verseny volt, elég erős mezőny, úgyhogy ezt azért is szeretem, szeretem az ilyen kihívásokat. És egy profi kártya megszerzése, hogyha már visszavonultam, akkor azt ki tudjam váltani, mert ezek ilyen amatőr versenyek egyelőre. A profi az <síns> már egy magasabb szint, valószínűleg odáig nem fogok eljutni, de ha esetleg visszavonulok, akkor el tudom mondani, hogy mint profi testépítő vonultam vissza. Értem. De akkor onnantól kezdve, onnantól egy picit úgy tervezett, hogy más életet élsz, tehát legalábbis a versenyzésnek már nem szállsz energiákat, hanem kifejezetten az edzősködés lenne a hosszú cél? Igen, 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 mivel hogy akkor már csak profi versenyeken indulhatnék és az már egy kicsit anyagilag is sokkal húzósabb, mint ez, nyilván ez se olcsó mulatság, de akkor már inkább az életemmel foglalkozom. Ugye ez nehéz egy külső szereplőnek megérteni, megítélni, tehát amikor azt hallom, hogy egy Arnold Classicson valaki ugye a klasszikus testépítés kategóriában éremet nyer, akkor én azt gondolnám, hogy ő mindent tud erről a műfajról. Ha én most mellé állítanék ezzel az eredménnyel egy profi, versenyzőt, aki hasonló eredményt ér el, én kívülről látnám, hogy mi a különbség egy profi és egy elvileg amatőr ilyen magasan jegyzett versenyző között? E, mindenképpen látnád, mert a profiknál, aki ezt a szintet elérte mondjuk ebbe a szövetségnél, ugye ez a legnagyobb szövetség az IFBB, és csak ő rendez ilyen versenyeket, más szövetségeket sajnos nem ismernek el, vagy nem sajnos, ezzel kellett nekem is váltanom annó tavaly, de viszont a lényegi különbség az, hogy ők már ilyen 90 kg fölött vannak, tehát 90 kg pluszban. Én mondjuk a versenysúlyom az ilyen 76 kg. Értem, tehát ott a, a felpakolt az mennyiség az... Igen, sokkal nagyobb mint meg rendelkeznek, mondjuk ők a szörnyek, látványosabb is, <laughs> és nyilván a sok szponzor velük ö, reklámozza a termékeiket, és nekik csak az a dolguk, hogy testépítéssel foglalkozzanak, evés, ivás, alvás, rendezvények, részvétel, sebből meg tudnak élni. Hát igen, ez egy érdekes, érdekes műfaj, így hosszú távon. Én azt gondolom, hogy az amatőr is legalább, legalábbis az én szememben akkora a rangja, főleg úgy, hogy az embernek még másra is jut ideje, nem csak a saját maga testének a formálására, hiszen azért ez a szobor is arról tanúskodik, hogy, hogy gyönyörű dolog valóban a, a, test szobrászat, de talán jó is az, ha az ember 24 órában egy picit mással is tud foglalkozni. Szívből gratulálok, ez egy nagy eredmény, úgyhogy azt Na, kívánom szóval neked, köszön. hogy, hogy érd el és való az eddig még ellemért magasságokban a vágyaidat. Köszönöm, reméljük hogy lesz. Köszönöm.